Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkból megismerhetik, mi az a Movember futás, bemutatjuk Önöknek egy prostatarákon át és a személy történetét, valamint részt vettünk egy 2010-ben életre hívó sportos rendezvényen is. Tartsanak velünk! Kék szalaggal futottak középiskolás fiúk Székesfehérváron. A diákok a Movemberhez, vagyis a prostatarák elleni küzdelem mozgalmához csatlakoztak a rendezvénnyel. Közel 200 fiú melegített be és készülődött futáshoz a Bogát Pál Technikum udvarán. Ők azok, akik így szeretnék felhívni a figyelmet a rendszeres rákszűrés fontosságára. Fontosnak tartom, hogy felhívjuk az emberek figyelmét minden betegségre, köztük a prostatarákra is. Hajlamosak vagyunk, főleg mi férfiak, hogy nem kell vizsgálatokra menni, mert úgyis egészségesek vagyunk, de szerintem fontos, hogy elmenjünk egy kontrollra, megnézessük magunkat, hogy minden rendben van-e, mert soha nem lehet tudni, hogy mikor alakul ki egy adott betegség. A Movember mozgalom Magyarországon 2009-ben indult. A nemzetközi eseménnyel novemberben bajusznövesztéssel hívják fel a figyelmet a férfiak egészségügyi problémáira, beleértve a prostatarákot, a hererákot és a lelki betegségeket. 3, 2, 1, nagy! Azért tartom fontosnak, mert ugye a vizsgálatok és a különféle megelőzés véget ugye a futás. Igazából ez miatt. A prostatarák egy olyan dolog, ami férfiakat főként nagyon veszélyezteti, legalábbis. És a lényeg, hogy ezzel próbáljuk kimutatni azt, hogy mellettük vagyunk, azok mellett, akik ebben szenvednek, és hogy itt vagyunk mellettük, és segíteni fogjuk őket. Ti akkor azért fiatalok vagytok, de mondjuk így az apát akkor így biztatjátok, hogy menjen szűrésre? Hát igen, főként az idősebbeket, mert őket veszélyezteti, és hogy minél előbb, ha még nincs is semmi, azért nézessék meg, mert a megelőzése a legfontosabb. A Bugádban évek óta szervezik a rákszűrésre felhívó eseményeket, próbálják minden eszközzel az egészséges élet felé terelni a tanulókat. Az iskolánkban az egészségügyi képzés a legrégebbi múltra visszatekintő képzés, ahol ugye kiemelt feladatunk az egészség megőrzése, illetve a betegségek megelőzése. Mi ezzel az eseménnyel kívánunk hozzájárulni ahhoz a támogatáshoz, hogy a férfiak vegyenek részt mindannyian, minél nagyobb számban a szűrővizsgálatokon, illetve a kivizsgálásokon. Köszönöm, hogy a rossz idő ellenére is ilyen sokan eljöttek, és látom, hogy különböző iskolákat képviselnek. Először a rózsaszín hónappal kezdtük, és ott szerveztük, ugye mivel itt több lány van. Októberben vagy rózsaszín szalagot viselt az iskola egész hónapban, vagy pedig rózsaszín lufikkal sétáltunk a városban. A fiúkkal pedig már két éve elkezdtük ezt a futást, és szeretnénk ebből továbbra is hagyományt teremteni. Ugye nekik is fontos az egészségük érdekében, hogy figyeljenek a rákszűrése, igaz, ők még nagyon fiatalok, és ezért ezzel a kék szalagos futással próbáljuk a figyelmet felhívni rá. Az SZ összes iskoláját meghívtuk, ugye nálunk inkább lányok vannak, ezért fontos, hogy a többi iskolából is fussanak. Ösztör Anna Mária, Székesfehérvár egészségügyi, sport és társadalmi fenntarthatósági tanácsnoka örömét fejezte ki, hogy az oktatási intézmények kapcsolódnak a felhívásokhoz, kezdeményezésekhez, az országos és nemzetközi akciókhoz. Ez a Movember, ez már egy régi nemzetközi történet, és nagyon sokszor a város is rendezett ilyen eseményeket. Most nagyon nagy boldogsággal tölt el, hogy a fiatalokhoz is eljutott ez az üzenet, és ők is megemlékeznek erről, ismerik a témát, ismerik ennek a fontosságát, hát nem hiába egészségügyi.
középiskola. A rendezvényre a Székesfehérvári Szakképzési Centrum összes iskoláját meghívták, intézményenként 25-en érkeztek, hogy a jó ügyért fussanak, a prosztatarák és a férfi betegségek megelőzésére hívják fel a figyelmet. November tehát a prosztata hónapja. Ennek apropóján beszélgetett Kovács Szilvia kolléganőm stúdiónkban egy prosztatarákon átesett személlyel. November a prosztata hónapja. Ehhez kapcsolódóan hívtam ma egy beszélgető társat. Hogyha emlékeznek nézőink és követik az Együtt magazinunkat, akkor talán emlékeznek arra, hogy néhány hónappal ezelőtt volt egy urológus főorvos, osztályvezető főorvos a vendégünk, akivel a témát alaposan körbejártuk. Most nem orvosi szempontból, hanem én úgy mondom, hogy túlélő szempontból fogjuk megfigyelni ezt a témát, illetve fogunk erről beszélgetni, úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Tukarcs Józsefet. Szeretettel köszöntelek, és örülök, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Azért hívtalak el téged, mert szerintem annál jobb példát nem lehetne mutatni a nézőknek, mint hogy valaki felvállalja ezt, és elmondja a saját tapasztalatait. Ugye én is, nekem is megvan ez a része, ugye, amit én szoktam mindenféle fórumokon elmondani magamról, és hát én nagyon örülök annak, hogy ugye a férfiakról tudjuk, hogy nem szeretnek beszélni ezekről a jellegű dolgokról, úgyhogy én nagyon örülök, már a Nálatok Mizu című műsorunkban is voltál, és szerintem még egy misét azért nyilván megér november lévén ez a téma. Arra kérlek, hogy azt meséld el, hogy hogyan kerültél sajnos kapcsolatban ezzel a betegséggel, mikor történt ez? Most azt beszéltük az adás előtt, hogy 5 éves vagy idén. Szeretettel köszöntöm a televízió nézőit, és téged is, Szilvike. Igen, valóban a férfiak talán a szégyenlősségnél egy picit erősebb bennük az a csúnya szó az, hogy nem törődömség, de az a lazaság, fogalmazok lazaságnak, amivel úgy gondolják, hogy nekik nem lehetnek problémájuk, pedig hát ugye, mint tudjuk, lehetnek. És amikor ez kiderült nálam, akkor mi egyértelműen azt mondtuk, hogy ezen nincs mit szégyelni, tehát mi ilyen gondolkodások vagyunk a feleségemmel együtt, hogy nincs mit ezen szégyelni. Nos, ez úgy derült ki, hogy felelős munkaadó a dolgozóját biztosítja, ami azzal jár, hogy rendszeres éves orvosi vizsgálatokra lehet kell menni, aminek része a laborvizsgálat. És amikor a laborvizsgálatnál ugye vérvétel, véreredmény megszületett, akkor laikus lévén láttam az eredményeket, pici eltérés itt, normális minden ott, úgyhogy akkor ez rendben. És akkor hazamentem, arra már nem emlékszem, hogy milyen apropónál fogva, de szerintem akkor már erősödött bennünk az, hogy minden ilyen eseményről a házi orvost tájékoztatni célszerű kell. Ő egy nagyon fontos kulcs szereplő ebben a történetben egyébként. Csak elmentünk a házi orvoshoz, megmutattuk neki az eredményt, és azonnal kiszúrta, ugye a prosztata fehérje, a PSA értéknek a magasságát. Nem voltak az egekbe, de a normálisnál lényegesen magasabb volt, és azt mondta, hogy ezt azonnal ki kell vizsgálni. És hogy keressünk akkor egy urológus orvost, aki megállapítja, hogy akkor most mi a helyzet. És akkor hát próbálkoztunk a Fehérvári Kórházban, sajnos nagyon hosszú időpontra tudtak időpontot mondani, és akkor az akkori orvosi szolgáltatója a munkaadónak, elmentem hozzá, kerestünk egy magárendelésen egy urológust, aki megnézte a papírjaimat, és akkor azt mondta, hogy akkor most egyéb más vizsgálatot is el kellene végezni, ott is történt egy fajta vizsgálat, de aztán azt mondta, hogy hát ebből nagyon sok mindent nem lehet megállapítani, ezért célszerű lenne mintavétel.
Bocsánat, hogy most közbeszólok, de ugye mondtad ezt a másik vizsgálatot, amit nem is muszáj, hogy megnevezzünk, de a férfiak kellemetlen részének tartják ezt a vizsgálatot, és én azt gondolom, hogy nagyon sokan emiatt nem mennek inkább el. De... Cáfolom. Cáfolod? Igen. Már bocsánat, nem azt, amit az emberek mondanak, a férfiak mondanak, hanem azt, hogy kellemetlen. Én nem tartottam kellemetlennek, nyilván nem egy kávézás, ez kétségtelen, de minden olyan eseménynek, ami nem altatásba történik, nyilván van valamilyen kellemetlen mellékhatása, akár egy injekciónak is. Na, tökélek, egyébként ez sem volt sokkal komolyabb, mint egy injekció, vagy egy tűszúrás, vagy mint a vérvételkor. Tehát megtörtént a vizsgálat, csak azt mondta, hogy hát ultrahang, hogy ebből nagyobbodás nincs, célszerű lenne, hogyha ebből történne mintavétel. És akkor, mint kiderült, ez a agyunktus a Siófoki Kórházban dolgozik, mint urológus, és megegyeztünk vele, hogy ő akár egy héten belül is megcsinálja ezt a mintavételes vizsgálatot, úgyhogy elmentem egy háromnapos bentfekvéses siófoki mintavételre, azt hiszem talán két hét múlva jött meg az eredmény, amiben az volt, hogy 30% és 80% között több minden irányból történt vizsgálat, 12 mintát vettek prosztatából, és minden egyes vizsgálati eredményben 30% és 80% közötti volt a rákos sejteknek a száma. Akkor jön az ijedelem. Nem kicsi. Ilyenkor mi futott végig a fejetekben? A megdöbbenés. Aztán később kiderült, hogy nem is kellett volna annyira megdöbbenni, mert ha legalább két szintű rokonságra visszamegyek, visszagondolom, édesapám és nagyapám, mind a kettőjüknek volt prosztata problémája. Akkor ezt lehet feltételezni, hogy ez is egy örökletes betegség lehet? Sokat olvastunk utána, sok mindenkinek több oldalú véleménye van erről a dologról, de mindegyikben benne van a genetika, ez tény, kétségtelen. Tehát, hogy az öröklődés, az benne van abban, hogy valaki most ezt elkapja, vagy kialakul benne, vagy nem alakul ki benne. És egymásra néztünk a feleségemmel, amikor megtudtuk, és szinte majdnem egyszerre mondtuk ki, hogy akkor ezt most mi végig csináljuk. Bármit kell, végig fogjuk csinálni. És ismét félbe kell, hogy szakítsak egy pillanatra csak, hogy ekkor volt az, én erre teljesen tisztán emlékszem, amikor ti megkerestetek engem, és, vagy legalábbis a Szilvi, és meséltetek erről. Szerintem telefonon beszéltem veled, én arra úgy emlékszem, mert hogy ez a kórházba fekvés környékén volt, ugye miután, illetve mielőtt a műtét volt, vagy közben valahogy, és hát a Szilvi azért fordult hozzám, hogy én adjak neked erőt, de utána pedig nagyon jó volt azt látni, hogy te adsz erőt másoknak, de, és majd erről szerintem beszéljünk még, hogy ez mennyire fontos, hogy valakiben tudsz kapaszkodni. Igen, azt hiszem, egy ilyen rendezvényen futottunk mi személyesen össze a telefonbeszélgetés után, és ez még a műtét előtt volt, itt Fehérváron, és akkor kezdtük el mi ebben az irányban is a találkozást, meg a beszélgetést, meg a ismeretséget, barátságot, mondhatom? Mondhatom. Oké, köszönöm szépen. Hogy akkor ezt most mi végig csináljuk, és akkor azt mondta, kérdeztük, hogy most mit tegyünk? Hát nem tudtunk róla semmit, igaz, jó, a minimálisat, amennyit kell, de az, hogy ezután milyen lépések következnének, azt nem tudtuk, és akkor mondta a agyunktus úr, hogy keressünk egy uro-onkológus szemét, aki egyrészt megtudja a szervi részét, másrészt onkológiai részről is tud tanácsot adni. És akkor mit tesz ilyenkor az ember? Googlizik. Tehát kerestünk foglalkozásra, és elsőre földobott egy orvos nevet, ki lehet mondani a nevét? Persze. Dr. Szabó János Ferenc, ő az onkológiai intézetben egy uro-onkológus főorvos. Felvettük vele a kapcsolatot, és hát elvittük a papírokat hozzá. Egy
nagyon aranyos, nagyon szimpatikus, agilis főorvost ismertem meg benne, és rengeteg hálával tartozom neki is a műtétért, és annak az orvosnak is, aki ezt a tanácsot adta, a házi orvosomnak is, aki fölhívta a figyelmet erre. Hát nagy vonalakban idáig jutottunk el, hogy úgy kerültem én az onkológiai intézetbe, hogy a Szabó János Ferenc főorvos úr akkor azt mondta, hogy sajnos ezt meg kell operálni, mert annyira elterjedt, hogy muszáj eltávolítani, mert egyébként ennél sokkal komolyabb következménye van, és itt jön a csavar a történetbe, jó hír a történetbe, nem is csavar, jó hír a történetbe, mert hogy mit kérdez ilyenkor az ember először? Hát mi lesz vele? Ez így van. És a mintavételt végző a gyunktus úr és a Szabó főorvos úr is egyértelműen azt mondta, hogy 100%-os gyógyulás. Eltelt 5 év. És most itt ülsz. És most itt ülök veled szembe és beszélgetünk. Igen. Így van. És én ezt akkor is tudtam egyébként, amikor erről beszéltünk. Bár én előttem ugye nem voltak hasonló jellegű példák, de arra emlékszem, hogy amikor beszéltünk, te mondtad, hogy neked is volt valaki, akiben tudtál kapaszkodni. És szerintem ezt mindenképpen mondjuk el a nézőknek, hogy egyrészt azért, hogy elmenjenek a szűrővizsgálatokra, hogy ez mennyire fontos, hogy megelőzzük. Másrészt, ha pedig véletlenül megtörténik a baj, és kapunk egy rossz diagnózist, akkor mennyire fontos az, hogy másokba tudjunk kapaszkodni, akik mondjuk előttünk jártak ebben a sztoriban? Rettenetesen fontos. Tehát az információ begyűjtés az rettenetesen fontos, és a pozitív információkat kell az embernek elraktározni. És így történt, hogy egy közvetlen kollégám, aki Szekszárdon él, de ugyanazt a munkakört végzi, mint én, egy beszélgetés folytán említettem neki, hogy mi a probléma, és akkor mondta, hogy hát én már 2 évvel ezelőtt átestem ugyanezen a történeten, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy közösen kellett volna részt vennünk egy rendezvényen, ahol ő betegsége miatt nem vett részt. És ő ezt nem mondta senkinek, tehát legalábbis nem tudtuk róla. Lehet, hogy ott a közvetlen környezetében igen, de így kollegálisan nem beszélt róla. És fonák a történetben, hogy annak a rendezvénynek a szervezője, amelyiken aztán utána éveken keresztül együtt vettünk részt ezen a rendezvényen, ezzel a szexádi kollégával, annak a rendezvénynek a szervezője ugyanebben az esetben van. Uh-huh. Ő egy picit idősebb, mint én, és amikor először találkoztunk, akkor tréfált, mikor elmondtam neki, hogy milyen probléma van, mert én nem, ugye az előbb említettem, hogy mi ezt nem rejtettük vék alá, én azt gondolom, ebben nincsen semmi szégyelnivaló. Én ennek a rendezvényszervező úrnak elmondtam, hogy miben vagyok, egyből kezet fogtunk, azt mondja, üdv a klubban. Uh-huh. Fonák a történetben még, hogy azóta a közelmúltban 2 ilyen eset, közvetlen ismeretségi körben 2 ilyen esetről is tudok. Az egyik az egy hévízi gyógykezelésen voltam, egy pécike reumatológus problematikus probléma volt, de ez nem vészes. Az asztaltársam, akivel egy asztalnál ebédültünk, róla is ugyanez derült ki. És akkor ennek a kollégának, ennek a szekszárdi kollégának a mellette lévő irodában dolgozó az ő kollégája, ő ugyanebben a történetben van benne. Hát az elmondható, hogy a férfiak nagyon-nagyon sok százalékát érinti ugyanúgy ez a betegség, akár csak a hölgyeket, a mellrák. És hát nagyon fontos lenne tényleg az, hogy felhívjuk erre a figyelmet, és én nagyon örülök, mert te is egy ilyen küldetésnek veszed ezt, igaz? Ez hogy a férfiak, akik nem mernek hasonlóan kiállni, mint te, azért te is szereted ezt így elmondani, és felhívni a figyelmet arra, hogy figyeljenek magukra a férfiak. Pont ez a dolog lényege, hogy én a feleségem révén ez irányban is nagyon sokat változtam. És belegondoltam, és rájöttem, hogy hát miért is ne kellene az ember kellemetlen élményeiről, ami az egészségével fontos. Arról beszélni egy olyan férfi társakkal, akiket bármikor ugyanez elér. Mert egyébként a prostatarák a férfiak körében a harmadik leggyakoribb.
Én már úgy hallottam, hogy második. Lehet, hogy már ugrott följebb ez a szám esetleg. Igen, és az a baj, hogy mindenki azt gondolja, hogy velem ez nem történhet meg. Aha. Igaz? Mert te is tudod, veled ez is biztos, van. Hogy így volt, meg velem is így volt. Úgyhogy én azt mondom, hogy le a kalappal mindenképpen előttetek. És nagyon fontos még egy tényezőt figyelembe venni, hogy sajnálatos módon az életkor előre haladtával ugye jöhetnek elő, de sajnos ez a betegség, ez odáig jutott már, hogy egyre fiatalabb korosztálynál kezd el terjedni. Uh-huh. Tehát nagyon nagy örömömre szolgált a héten, egyébként akivel együtt szoktunk ebédelni fiú csapatból, az egyik kollega később érkezett, és azt mondta, hogy ő most volt éppen szűrővizsgálaton, komplex szűrővizsgálaton, és akkor így rám mutatott, hogy pont azért, mert tudom a te esetedet. És mondta neki, hogy Zolikám, gratulálok le a kalappal előtted, ezt kellene nagyon sok embernek, nagyon sok férfitársunknak elmondani, hogy nem kell ezt szégyelni. Tehát nincs mit ezen szégyelni. És fel kell vállalni a vizsgálatot, az a legfontosabb. Így van, így van. És még egy nagyon fontos dolog van ebben. A prevenció, ugye ami azt jelenti, hogy szerintem, hogy megfelelő rendszerességgel végezzük el azokat a kötelező szűrő feladatokat, szűrő ellátásokat, amik kiderítenek, és most nem csak a prosztatarák, hanem egyéb más betegségek kiderítésében nagyon-nagyon fontos szerepet játszik. Még akkor is, hogyha, mint tudjuk, az egészségügyben vannak buktatók, vannak ellátási problémák, de én azt gondolom, hogy mindenki meg tudja találni a megfelelő utat arra, hogy ezt a prevenciós feladatot el tudja végezni rendszeresen. Uh-huh. És azóta én is rendszeresen, évente, a betegségemmel kapcsolatban fél évente járok kontrollra, fél évente viszem az eredményeket. És azt is el kell, hogy mondjuk itt a beszélgetésünk végén, hogy olyan szerencsésen lekopogjuk, úsztad meg ezt a történetet, hogy semmiféle utókezelésre nem volt szükség, úgyhogy egy műtét igen. volt az egész, igen. és tulajdonképpen itt ülsz és mosolyogsz és beszélsz, igen. úgyhogy én nagyon örülök, hogy itt voltál, és nagyon sok sikert kívánok még, és szerintem azt fontos, hogy a jövőben is bátorítsd a férfiakat, és remélem, hogy a nézőink is, akik most néztek minket, bátorodtak ezáltal. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm a meghívást, és mindenki menjen el szűrésre. Két év kihagyás után ismét megrendezték az Arak Aktívot. Az Alba Régiai Atlétikai Klub által életre hívott esemény ezúttal is több ezer diákot mozgatott meg. Így nézett ki a futópálya és a futóverseny a 2022-es Arak Aktívon. A sportos rendezvényen ezen kívül felugrásban és különböző ügyességi feladatokban mérhették össze tudásukat az általános iskolások. Pétervári Anna a Kossuth Lajos általános iskola képviseletében vett részt a versenyen. Én a magasugrásban vettem részt, futni szerettem volna, de semmi baj, majd talán remélem máskor futni fogok, de szerintem jól teljesítettem a magasugrásnál. 2010-ben indította útjára iskolásoknak szóló rendezvényét az Alba Régia Atlétikai Klub. A harmadik, hatodik évfolyamos diákokat Székesfehérvár 15 iskolájában mérték fel az előzetes fordulók során. Tölgyesi Előd, az Arak szakosztályvezetője örömét fejezte ki, hogy két év kihagyás után ismét megrendezhették a sportos versengést. Nyugodtan mondhatom, hogy ez a mögöttünk lévő egy hónap, ez a mögöttünk lévő két és fél óra a városi döntővel, nem találok hirtelen jobb szót rá, mint extázis, hiszen amikor az iskolákban kint voltunk mind a 15-ben, és felmértük a 4 év folyamot, fiúkat, lányokat osztályszinten, akkor ugyanaz az élmény, ugyanaz a hangulat, ugyanaz az extázis volt, mint itt a városi döntőn, ahova eljutottak a legjobbak, a legruganyosabbak, a leggyorsabbak, a legjobb 12 eredménnyel rendelkezők, akik itt egymást nem ismerve, de egymásnak szurkolva múlták felül magukat, múlták felül az ellenfeleket, és nyugodtan mondhatom, múlták felül a várakozásainkat, amit előzetesen ehhez a rendezvényhez fűztünk.
A több mint 2500 résztvevőt sprintfutásban és felugrásban összesítve 1610 méter magasra ugrottak, valamint 50 kilométernél is messzebbre jutottak. A precízen mért eredmények alapján 4 évfolyam 8 osztályközössége vett részt a városi döntőben. Nagyon fontos, hogy minél több fiatal az atlétik alapjait megtanulja, hiszen sok más sportág is az alapmozgására épül, ezért is nagyon fontos, hogy minden iskolába eljut egy-egy program a tekintetben, és hát ma pedig egy finálét szervezett az Arakita Bregyó közben. Nagyon sok ügyes fiatal versenyzett és méretette meg magát. Én azt reméljük, hogy nyilván lesz, aki majd atlétizál, de nyilván lesz, aki majd focizik, jégkorongozik, kosárlabdázik, kézilabdázik, és még nagyon sok sportágat lehet szerencsére Székesfehérváron felsorolni. Én köszönöm szépen elnök úrnak és csapatának, hogy idén is megszervezte ezt a nagyon fontos programot, és hát láthatóan a fiatalok pedig nagyon-nagyon élvezték ezt a napot. A legügyesebbek teljesítményük elismeréseként arany, ezüst és bronzérmeket kaptak a szervezőktől, valamint a dobogóra is felállhattak. Dessel Krisztina például bronzérmet vehetett át a felugrásban mutatott teljesítményéért. Egy kicsit izgultam, mert amikor az iskolába volt, ennyi múlt, hogy dobogó legyek, de nem sikerült, azért így izgultam, hogy most mi lesz. Azért így néztem, hogy mit mondtak. Dessel Krisztina, akkor én vagyok az. De csak így néztem. Akkor meg vagy elégedve a harmadik helyezéssel? Meg vagyok nagyon. Ez még az első bronzérmem. Szabó Jászmin ezüstéremnek örülhetett a nap végén. Elégedett vagyok az ezüstéremmel, és egy picit féltem meg, nem hittem, hogy fönn leszek a dobogon, de végül örülök, hogy fönn vagyok. Kupa is van a kezedben, ez milyen kupa? Ezt nem én nyertem pontosabban, hanem az ötödik osztály, és hát igen, csak mond, lehet vinni 100 méterenként, és akkor úgy cserélgetjük. És miért kaptátok ezt a kupát, mivel érdemelte ki az osztály? A rugalmasabb osztály. Török Szabolcs tankerületi igazgató üdvözölte, hogy városunk élen jár a sportos rendezvények rendezése kapcsán, valamint elismerte a gyerekek és a szervezők munkáját. Az Arak azért különösen fontos, mert tényleg tömegeket mozgat meg. Egy versenysport mindig csak egy-egy szelete a diákságnak, a tehetséges, a legtehetségesebb diákok. Itt viszont 15 iskolára kiterjedően közel 3000 diák vett részt ebben az objektív felmérésben, és hogyha ezt adja Isten sikerül folytatni az Araknak, akkor évről évre ugyanazon diákokról egy olyan mérhető eredményt kapunk, ami szerintem példaértékű országos szinten is az egészségmegőrzés a testkultúra tekintetében. A városi döntőn az egyéni elismerések mellett a csapatok teljesítményeit is díjazták, így a legügyesebb, legsportosabb iskolák kupákat is kaptak. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra!